Na, sziasztok! Ez most egy viccmesélős videó lenne. Fölírtam pár viccet, amiket ismerek. Majd a választ is elmondom. Na, az első vicc az lenne. Hogy hívják a tenger alatti tehén várat? Adok 20 másodperc időt, hogy kitaláljátok-e. Körülbelül vagy egy kis időt adok, hogy kitaláljátok. Na, mondom is a választ. Búvár. Ez jó volt. Na, mit csinál a skót, ha fázik? Ezt még elmondom. Oda megy egy gyertya mellé. És mit csinál, ha még mindig fázik? Most adom az időt. Tik-tak, tiki-tak, tik-tak. Megvan? Na, mondom is. Meg is csújtja a gyertyát. Melyik állat kétharmada zsír? Gondolkodjatok. Valamilyen állat. Megvan? Jó. A zsiráf. Mit csinál a haldokló focista? Gondolkozzatok. Ez furcsa kérdés. Megvan. Az utolsókat rúgja. Amúgy azért nézek oda, mert elolvasom a viccen. Egy ember kiugrik a helikopterből ejtőernyő nélkül. És így is túléli. Hogy lehetséges ez? Árok. Megint. Oké, megvan. Úgy, hogy a helikopter még nem szállt fel. Ez jó. Mi az? Három betű és kék. Könnyű. Nem víz, nem. Nem is lehet ég, ugye, mert az két betű. Na, gondolkodhatok. Hát a válasz. Kék. Ha. Hogy lehet felismerni a kezdő tűzoltót? Na, ez is jó. Gondolkozzatok. Én szerintem el is mondom. Elég. Könnyen. Érted? Elég. El fog égni. És elég. Könnyen. Na mindegy, biztos értitek. Nincs több víz. Na, én tudok még sokat. Nem írtam föl. Na mindegy. Én mondom fejből. Legalább tudok nézni a kamerába. Milyen állatnak van a legjobb kedve? Jaj, tér áll a spögre, kedvenc csapatom. Annak támasztom neki. Kamerát. Na, én szerintem el is mondom. A legjobb állatnak a kedve. Mi? A legjobb kedve a juhé. Megvan. Ju. Érted? Bárány.
دوباره اشوف اللون. نو következő vicc. Hogy hívják a kopasz vasutast? Megvan? Mondom is. Sínhed. Melyik a világon a legöregebb állat? Adom az időt. Ebből három is van. De én csak egyet mondok. Na, el is mondom. A legöregebb állat a világon a pingvin, mert az még fekete-fehér. Na, még talán eszembe jut pár vicc. Jó, ez egy hosszabb vicc lesz, ami egy történet, és nem kérdés. Moritzkát beküldik a udvarról az osztályterembe a tanárra. És Moritzka elkezd hintázni unalmába. Hintázik, és ugye ezzel nyakereg a szék. És a tanár nagyon idegesen azt mondja, Móriczka, van házid? Mondja Móriczka. Igen, töltsek. Ez jó vicc. Nekem nagyon tetszik, mert ugye a házi úgy van megcsinálva, hogy házi bor. Még talán egy vicc. Na várjam. Mondom a következő viccet. Szóval na. Vágás volt. De én szerintem ez a kis vicces, vicc mesélős videó ennyi lett volna, úgyhogy bye-bye. És ha nem akartok lemaradni semmiről, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!